De ő gyanúja mögött, hangú anyámból lebújja. Ő szarú, de gyermek a szívának. Rökül lelkem, keresd meg hazámat. Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemellel először látok. Itt a kert, melyben építettem hóból az első palotákat. Amit én emeltem, mind homok volt, de nagyapám háza biztos álmék, s éveimből, e folytó romokból, hogy révébe meneküljek, bármilyen. Kelj fel lelkem, keresd meg hazámat. Nem egy szűk ház, az egész kis város, mint egy átlagos, várnyájas, zöldje közt a tenger akácának. Szállj ki lelkem, keresd meg hazámat. Ott a szőlőhegy, a tömzsikrésház, mely előtt ülve a szertenéztem, dalláig volt bennem kétség és láz, s amint láttam, telci napsütésben, mind hazám volt. Lent az utca híven nyúlt alattam, mint a futószőnyeg és a domsor hullámzott, mint szívem, halkan húrva érzem az őre. Röpül lelkem, keresd meg hazámat! Enne domsor, lambatag magyar föld, s az a róna túl már a nagyar föld. Szemhatártól, ahol a nap támad. Röpüld lelkem, röpüld át hazámat. Szemhatártól szemhatárig, s ha sejem fog gonya szállát, száj a rónán túlra, s át, hol állnak a bolond csorompok, és akármit írt a kard a rögre, lampám mellől el ne bocsát érted. A hazából az marad örökre. Senki sem hívjó, csak ahogy érted. Szállj ki lelkem, keresd meg hazámat. Oly hazáról álmodtam én hajdan, mely nem ismer se kardot, se vállat. S mint maga a lélek, oszthatatlan. Álmodj lelkem, álmodjak hazámat, mely nem szorul fegyverre, se vértre, mert nem volt rög, hanem élő lélek, galambáló. S rókát látta érte, odufértő kapcsi szenvedélye. Az én álmom sose legyen róka, az én tanyám magassága védje. Lelkem madár, tárkerek lakója, noha mindig visszajárt észébe. Röpül lelkem, röpül túl hazámat, hogy röpültem egykor, tornyok szálltak, mondtak sűlyek, narancsvár kínáltak. Láttam népet, mordat és vidámat. Így találtam nagyobb hazámat. Rómát hűs tisztelettel jártam, mintha ősei városa volna, és Avignon nevetett, mint volna. Vígan fűzött egyetlen sugárban, és egy élet volt be népül népig, messze földén eleven hálóba. Egy lélek, egy ország lépül végig, magát lépő hazám, Európa. Kedves vendégeink, a ünnepségünket a Csepényi Kubocs zenekar és Óvári Blanka 8. osztályos tanuló szereplése nyitotta meg. Tisztelettel köszöntöm a Csepény Közepi Általános Iskola Fesztiváljának megnyitóján megjelent kedves vendégeinket, diákokat, a környező iskolák megjelent pedagógusait, rajztanárait, és minden helyi dolgozónkat, illetve vendégünket. Külön köszönöm Buszta István, a megyei közgyűlés alelnökét, aki megtisztel bennünket részvételével. Az elkövetkező napok tulajdonképpen minden iskola életében az utolsó napokat jelentik, illetve hajrájával érkezett az iskolai élet. Mindenki megmutatja azt, hogy mit tett az elmúlt időszakban, és mindenki bizonyítani is fogja, hogy mit dolgozott. Mi úgy gondoltuk, hogy iskolafesztiválokkal mi is meg kívánjuk mutatni egyrészt magunknak, másrészt az egész kistérségnek, hogy mit dolgoztunk, mit tettünk az elmúlt évben, és ezzel a rendezvényhozatra tulajdonképpen köszöntünk minden környező iskolát és minden annak minden tanulját. Ezután átadnám a szót
Kuta Istvánnak, és fölkérem, hogy nyissa meg az iskolafesztivált. Köszönöm szépen! Kedves diákok, tisztelt tanulósok, vigyél és feleljük! Először is szeretném megköszönni a meghívást. Mi gondolom, hogy néhány szóval jártam lehet a ugyanlékszem, hogy néhány szóval jártam lehet az intézetben, de úgy emlékszem, hogy mondták az intézetnek egy előadás napja, én úgy emlékszem, hogy ez 1974-ben volt, amikor ezt az intézetet úgy intézményként birtokba vették azok, akikért épültük. Én három gondolat köré szeretnék a nyitót felépíteni. Először is szeretném megköszönni, hogy az iskola vezetése újításként, új elemként ezt az iskola fesztivált úgy elindította. Ezt a döntést én rendkívül bölcsnek is tartom. Az a tapasztalatom, hogy ilyen melegben, utolsó hetekben, utolsó héten, hogy igazán komolyan tanulni vagy tanítani meg nem lehet. A iskola fesztivál létrejött azon az edély többet jelent. Jelenti azt, hogy valóban közösség, település, több település megismerkedhet azzal a tevékenységgel, azzal a munkával, ami ennek az intézetnek a falai között zajlik. Tehát nyilvánosságot kap, értékelési lehetőséget kap, mindaz a munka, ami történik. A komoly és nehéz előkészítést igénylő tanulás mellett vidámabb, játékosabb, kikapcsolódásra lehetőségek a programok vannak. És különösen fontos, hogy ebben a programban nem csak a csetén iskola diákjai, hanem a környék iskoláinak a tanulói is részt vesznek. Ezt azért is tartom különösen fontosnak, mert itt az elmúlt évben, ebben a térségben mozogtak a megye határok, mint a Győr-Sopron megyével kérdék, amelyik találkoznák, mint amit a szívünk kíván. Mégis azt gondolom, hogy a megye határok változása nem választák el, hanem inkább hozzá közelebb egymáshoz a iskolákat. A második jelenként azért szeretnék emlékeztetni, hogy bár a következő hét, ez nyilvánvalóan elsősorban a kikapcsolódásnak a hete, a különböző produkció tevékenységek eredményeknek a megmutatásának a hete, de kell arra emlékezni, hogy ma egy iskola akkor felel meg a hivatásának, ha úgy készíti fel a diákokat, hogy azok rövidesen, és a diákoknak ezt már tudniuk kell, készülniük kell rá, hogy nem csak egy térségben, nem csak egy megyében, nem csak egy országban, hanem egy nagyobb közösségben is versenyképes tudással kell, hogy rendelkezzenek. És ennek a versenyképes tudásnak kulcseleme ma már az idegen nyelvismeret, legalább olyan mértékben, mint a magyar nyelvismeret, kulcseleme a számítógép ismeret, legalább olyan mértékben, mint a magyar, a beszédkészség, a olvasókészségnek a kialakításának, a kialakításnak. De itt olyan fontos ellen, pontosan ezért, mert itt az összehasonlítás ma már egy uniós viszonylatban történik, ezért épp olyan fontos ennek a tevékenységnek az a része, hogy a magyar kultúra megismerésére, a magyar kultúra értékelkozás elhintására készít fel, és amely értékeket közölti. És végül egy köszönet és köszöntés is a pedagógusoknak szól. A programban, amit látom, még pedagógusoknak is szerepel. Néhány nappal, pontosan 6 nappal vagyunk a pedagógusok után, és ez alkalommal is szeretném elköszönni a pedagógusoknak a munkáját. Azt a munkát egyébként, amely megkötelezett hozzá egy hívásnak, azt a munkát, amelyik egyben értékeket közvetít, és azt a tevékenységet, amely során egy iskola, egy intézmény hagyományokat tud teremteni, sajátos programokat tud teremteni, végül is kulturális értelemben gyarapodik és kultúrás értelemben erősödik. Én ma délután Csepényben Magyar Kormányból jöttem, Magyar Kormány azt gondolom, hogy kell mutatni. Magyar Kormány is azt bizonyítja, akár a kastélyjáték, akár most egy fönt alkotóház, hogy ha a sajátosságot akarunk,
a különlegességet akarunk, ha igazi értéket akarunk, akkor a kultúrára kell kezdeni. A kultúra pedig itt kezdődik az oktatás területén. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek kívánok, hogy érezze jobb magát a következő néhány nap programját során. És természetesen ez a program legyen egyben felvezetője is a vakációnak. Azt gondolom, hogy mind a diák, mind a pedagógus sok mindent várni, talán nekünk van a vakációban. Köszönöm szépen.
második helyezett Lechner Diagondina, második a harmadik, minden bizony a Roland Claudia testvére, Roland Dávid, második osztályos. A harmadik negyedik osztályos részéletkiért kategóriában első Horváth Mónika Duda, negyedik osztályos. Második lett Rapali Zóra, Jászli Tanulói, harmadik osztályos. Harmadik helyezést Hege Jósírás, Csertényi, harmadik osztályos. Szívből gratulálom mindvárnak. Az első tagozat 5-6-os kategóriájában első helyezést ért el Tóth Gergő Csetény közös. Második helyezést Bokár Claudia Csetény 6-os osztály. Különbíjban részesül szóba Adrián Nagy Esztergáról,
aki nem mindennapi történeteket mesél a képeit, testes, felnőtteket lepipáló technikájában. És Rászkó Anna, szintén nagy esztergáló. Szintén külön díjban részesült, szintén Hofer Kerámi akarizalmat. Engedjék meg, hogy külön köszönetet mondjak azoknak a felkészítő tanároknak, akik a kiírástól fogva szívükön és lelkükön viselték ennek a mai rendezvénynek. Minden gondját és azt, hogy a Baponyi térségben meg tudjuk mutatni az összefogásunkat, és valamit elindítsunk, mert olyan sok szép példa áll előttünk, amit még nem tudtunk, vagy nem akartunk, vagy testre voltunk, de nem tettünk meg. És hadd lépjünk az ő lábok nyomába, itt gondolok a nagyszerűen általános iskolákatra, Ludarra, Zércre, akiknek most az ellen nem sikerült eljönni, mert ott is kiállítás van. És mindenen felül emelkedve a rajz szépségére mutassunk be a legnagyobb értéket, a szíven, a lelkünket a szívünkben lévő hazánk, vizuálisan, képszerűen, és hogyha ennek a szellemében fogunk dolgozni továbbra is, akkor biztos meg lesz az a művészeti általános iskola csepényen is. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek még egyszer szívből gratulálok, és van még egy kötelessége. Ebben az iskolában működik egy szakkönyv. Egy szakkönyv, amely a népművészetet van hivatva prezentálni, és talán azért is, mert honismeretet és népismeretet tanulunk, először is a szövéssel ismerkedtünk, meg a későbbiekben majd a ragyogozással, a koronózással is még fogunk ismerkedni, és van egy nagyon szorgalmas kislány, akik úgy gondoltuk, hogy külön díjban kell részesíteni, úgy hívják, hogy Barai Bernadett. Barai Bernadett. Majd el fogjuk szültatni hozzá, nem tudjuk, hogy ilyen apropóban rendelünk meg. Köszönjük neki is a munkát, és mindenkinek jó szórakozást kívánok a jövő héten az iskolafesztivál bajnokságában. És kívánok mindenkinek szép bizonyítványt, és megelőlegezve jó nyaralást. Köszönöm, kedves kollégám, Korpáltal egy gyorsan lezárta a mai programot. Én is nincs más dolgom, mint jó szórakozást kívánok mindenkinek. Ajánlom, hogy még egyszer nézzük át ezt a gyönyörű kiállítást, és találkozunk a jövő héten minden nap. Köszönöm.